Sziasztok! Egy perces társasjáték ismertetők című sorozatomban egyetlen percbe sűrítve ismertetek és értékelek társasjátékokat. Odalent, második kiadás. 2012-ben a HeroQuest által kikövezett alapokat tovább gördítették, hogy a szerencsét kicsit tervezhetőbbé tegyék, a kampány valódi, átélhető történetet kapjon, és a pályák között a hősökkel együtt a kalandmester is fejlődhessen, így végig izgalmas, feszült játékélményt adjon. A kazamatákból ráadásul ezúttal feljövünk a felszínre is. A pályaelemek változatosak, ahogy a karakterek és szörnyek között is még több egyedi képesség és statisztika halom fogad majd minket. A hősökhöz tartozó egyedi fejlesztéspakli magas újrajátszhatóságról gondoskodik, az ingyen letölthető applikáció segítségével pedig akár teljesen kooperatívan is játszhatjuk már, így mellőzve a kalandmester szerepét. Akit a kockadobások szerencsefaktora nem tántorít el, és szívesen részt venne egy hosszabb kampányban, fantasy környezetben, aminek pályái függnek attól is az előző pályákon kiaratott sikert, az ne menjen tovább, az Odalent második kiadása még mindig a műfaj egyik, hanem a legjobbja. A BGG 114. helyezett játéka így tőlem a műfaj kedvelőinek különösen ajánlott értékelést kapja.